Fiatalok hirdették a Vadvirág hagyományápoló kör 25 éves jubileumát az Adai piac téren. Villámcsődületet szerveztek. Meg tudjuk tanulni és őrizni a hagyományokat, amiket régen táncoltak az őseink, a régi magyarok, és hogy ez számomra nagyon szép és nagyon fontos. Sok gyerek szüleivel együtt élteti a hagyományokat. Icike-picikét megtanítottak bennünket táncolni, lépkedni, és nagyon élvezzük. A gálán a Vadvirág összes csoportja fellépett. Én már ezt kicsi korom óta csinálom, szóval hát majdnem a másik családom, se szívemhez nőtt. Szóval ez az én részem. Az ünnepségen az egyesület egykori tagjai is színpadra léptek. Közösség élménye, ami itt bennünket összekovácsolt, az az, amit vittem szerintem tovább is, illetve a közös éneklések, a néptánc, az, hogy hogyan tud az ember küzdeni és fejlődni, és ez most nagyon hasznomra válik. A vadvirágos évektől azok az egykori tagok is sokat kaptak, akiket azóta már másfelé sodort a sors. Megtanultam bánni magammal, megtanultam bánni a testemmel, megtanultam bánni az agyammal, megtanultam színpadon létezni. Tehát egy csomó olyan fontos dolgot, ami azt hiszem, hogy nem csak a színpadi életemben fontos, hanem az emberi létemben is. Az egyesületben 5 néptánc és 3 furulya csoport, egy tambura zenekar, 2 leány és egy asszonykórus, valamint kézimunkakör is működik. Összekovácsolódott egy olyan közösség, mely a néptánc, a népzene és a népi kultúra szerelmese, és ezt a hagyományt próbáljuk átadni a gyerekeinknek, úgyhogy nekünk nagyon sokat jelent. A magyar közmédia az elmúlt években rendszeresen beszámolt a Vadvirág hagyományápoló kör tevékenységéről. Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának elnöke, személyesen is több mint 2 évtizede nyomon követi az egyesület munkáját. Nagyon örülök annak, hogy Adán, a délvidéken a Vadvirág az a magyar identitás megőrzéséhez hihetetlen munkát végzett, és hát csak megbecsüléssel tudok ezelőtt a munka előtt meghajolni. A hagyományápoló kör önszerveződő és közösségteremtő ereje mindenki számára példaértékű lehet. Egyszerű kis szerveződés, összefogni a fiatalok révén összefogni a szüleiket, az időseket, és semmi más nem tenni, mint odafigyelni a elmúlt idők hagyományaira, táncolni, énekelni, megőrizni mindazt, ami nekünk tartozik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A gála műsor másnapján az Adai Szent Háromság római katolikus templomban szent misével tisztelegtek a Vadvirág hagyományápoló kör értékmegőrző és teremtő munkássága előtt.